Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a György István Tagiskolában, és hamarosan kezdődik a Városi Olvasóverseny. Erről beszélgetünk Borsosné Herceg Judittal, az iskola fő szervezőjével a Györfi Napok keretében, ön a mai napnak a gazdasszonya, házigazdája. Kik jöttek erre a versenyre? A Györfi Napok keretén belül több éves hagyomány már, hogy városi olvasóversenyt szervezünk alsó tagozatos tanulók részére. Ez az idén is meghirdetésre került január hónapban. Erre a versenyre nagy örömünkre mind a 6 általános iskolából érkeznek és neveztek tanulókat. 31 kis versenyzőt várunk a mai délutánra. Összetett a verseny, hiszen itt előtte mondta nekünk, hogy nem csak olvasnak a gyerekek, hanem két részből kell ma bizonyítaniuk. Mi az első feladat? Valóban a versenyünk két részből szokott állni. Az első részben egy 45 perces időintervallumon belül feladatlapot kell a gyerekeknek megoldaniuk, ahol a szövegértési képességükről adnak számot, igen. Illetve ezt követően az előzetesen megismert meséből kijelölt részletet zsűri előtt kell hangos olvasás keretén belül visszaadniuk a gyerekeknek. Itt mondta, hogy évfolyamonként, hogy beszélgettünk, hogy évfolyamonként vannak a versenyek, de mi volt a kötelező mese, amit a gyerekeknek előtte azért ismerni kell, hiszen mondta, hogy ebből kell válaszolni a kérdésekre is. Valóban minden évben más-más mese kerül feldolgozásra. Ez a tagiskolák, illetve az intézmények számára csak itt a versenyen derül ki. A feladatlapot nagyon zárt közösséggel és kimondottan az alsós munkaközösségen belül szoktuk összeállítani. Az idén annyit elárulhatok, hogy Szutyejev mesékből állítottuk össze a feladatlapokat mind a 3 év folyamon, és ezek a feladatlapok igyekeznek kompetencia alapú feladatokat tartalmazni. Akkor gondolom nem a válasz, meg nem totózni kell, hanem pontosan éppen azért, hogy a gyerekeket egy kicsit gondolkodtassák. Biztos, hogy bonyolultabb kérdések is vannak, mint hogy eldöntsön 3 válaszból, hogy melyik a helyes. Valóban, a gyerekek számára eleinte ezek a feladattípusok ismeretlenek voltak, úgyhogy itt szinonimákat, szómagyarázatokat kell összeegyeztetni, egy-egy kis csavarral megspékelve ezeket a feladatokat próbáltuk úgy összeállítani, hisz ez egy verseny, és itt valóban a legjobbak érdeme fog visszatükröződni az délután folyamán. Itt a gyerekek azért a felkészítő pedagógusokkal érkeznek, vannak szülők is, tehát azért sokan szurkolnak itt. Gondolom, hogy azért, mint pedagógus, mint alsós tanítónéni azért, amikor hasonló verseny van, ön is ugyanúgy izgul, mint a gyermeke, aki éppen azon a versenyen részt vesz. Igen, tehát nagy izgalom előzi meg egy-egy ilyen verseny felkészülést is, és magát a versenyt is, a versenyhelyzetet. Úgy gondoljuk és azt valljuk, hogy a tehetséges gyerekeknek utat kell adni és biztosítani számukra azokat a verseny lehetőségeket, amelyek itt helyi szinten, illetve városi szinten adódtak. Igen, ilyenkor szoktak izgulni, próbáljuk ezt az izgalmat egy kis vendéglátással, kis ajándékozással és a megérdemelt munka jutalmaként majd átadni a gyerekeknek. Kiktől kapnak ehhez támogatást? A támogatásunk az idei tanévben a Györfi István Tagiskola Diák Önkormányzata nyújtotta, illetve a nyelvi laborral a nyelvtanulásért iskolai alapítványunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a támogatást. Pedig jó versenyzést kívánunk önöknek, hiszen itt a gyerekek már nagyon izgulnak. Azt kívánom, hogy még sok hasonló verseny legyen, és tényleg ilyen szép számmal jöjjenek el diákok, akik szeretnek még olvasni, hiszen azt hiszem, hogy egy pedagógusnak ez a legfontosabb, hogy szeressenek a tanítványai olvasni. Igen, úgyhogy köszönjük szépen a jó kívánságokat. Én is ezzel készülök, és köszöntöm a megjelent kedves versenyzőinket. Köszönöm szépen!